Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Változatlan az önkormányzati választás eredménye. Újra számolták a szavazatokat két szexárdi választókerületben. Szakképzés. A gazdaság igényeire szabott képzési formák indulnak a jövőben. Meg akarta gyilkolni a barátját, 7 év börtönre ítélte a bíróság a dunakömlődi férfit. Nemzeti vágta, Decsi nevező is volt az országos döntőn. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Újra számolták Szekszárdon a 2-es és a 8-as számú egyéni választókerületben a szavazólapokat. A bizottság tagjai azt nézték, hogy a szavazatok érvényesek-e, és egyeznek-e a helyi választási bizottság által összeszámolt szavazólapokkal. Bár a bizottság tagjai találtak eltérést, az eredmények nem változtak. Én Lászlóban találtak egy másikat. Tehát itt már lesz változás. Gábor Ferenc megyei főjegyző, a Tolna megyei területi választási iroda vezetője éppen az egyik olyan érvényes szavazólapot mutatja, ami bár Csötönyi László kötegében volt, HG-vát illeti meg, mert a Fidesz-KDNP képviselő jelöltjének neve mellett volt behúzva a kereszt a 4-es szavazókörben Szekszárdon. A bizottság tagjai a szavazatok újraszámlálásakor még egyet találtak, ami nem volt érvényes, ez pedig éppen HG-vát, a Fidesz-KDNP jelöltjét érintette hátrányosan. Így a választás eredménye a lényegét tekintve a szavazatok újraszámlálását követően sem változott. A második számú egyéni választókerületben Csötönyi László az Éjjel Szekszárd Egyesület képviselőjelöltje nyert. Ő 602 szavazatot kapott, 16-tal többen voksoltak rá, mint HG-vára. A 8-as számú választókerületben is találtak eltérést a bizottság tagjai a szavazatok újraszámlálásakor. Ezek alapján Faragó Zsolt szavazatai 1-jel, Szegedi Attila szavazatai pedig 2-vel csökkentek. Ám itt sem változott érdemben az eredmény. Faragó Zsolt az Éjjel Szekszárd Egyesület képviselőjelöltje nyert 477 szavazattal, az ÉSZ jelöltje 15-tel kapott többet, mint a Fidesz-KDNP jelöltje. A határozat ellen 3 napon belül lehet kérelmet benyújtani a Tolna megyei területi választási bizottságnál, hogy a pécsi ítélőtábla vizsgálja felül ezt a döntést. Habár a szavazatokat most újra számolták, a szekszárdi helyi választási bizottság egy korábbi döntésében már megsemmisítette a szavazókörökben született eredményeket, és a választás megismétlését rendelte el 6 szavazókörben. Bár még ez sem jogerős. A határozatok ellen minden érintett fellebbezett, így várhatóan erről is a bíróság hozza meg a végső döntést. A város érdekeit szem előtt tartó, együttműködő önkormányzati munka kialakítását célozta meg Tolna város polgármestere. Apelszoffer Ágnes azt mondta, ebben a ciklusban a fő cél az emberek komfortérzetének növelése. Az október 28-ai alakuló ülésen egy főállású alpolgármester és 3 szakbizottság megalakítására tesz javaslatot a polgármester. Az előző ciklusban ugye volt Dunapartunk, volt uszodánk, amiről korábban tényleg csak álmodni tudtunk volna. Nekem egyelőre ilyen nagy álmaim nincsenek. Nekem azok az álmaim és azok a terveim, hogy még élhetőbbé tegyük ezt a települést, még színesítsük egy kicsit a programokat, a fiatalokat egy kicsit jobban meg tudjuk szólítani. 2 munkaerőpiaci program időtartamát hosszabbították meg 2022 végéig. A 25 év feletti, alacsony végzettségű álláskeresőknek szóló projektre 7 milliárd forintot kap Tolna megye, míg a 25 év alatti nem dolgozó, nem tanuló fiatalokat megcélzó programra közel 5 milliárd forintot kap a megyei kormányhivatal. Ebből a forrásból többek között a munkanélküliek képzését, vállalkozóvá válását vagy elhelyezkedését támogatják. A 25 év feletti álláskeresőket, különösen a hátrányos helyzetűeket célozta meg az Európai Unió által finanszírozott program, ami az Út a munkaerőpiacra nevet viseli. Tolna megyében is elindult a program 2015-ben, és eddig több mint 5000 főt sikerült abba bevonni. A projektet befejezők 66%-a a program után fél évvel nyilatkozott úgy, hogy dolgozik. Némedi Ágnes, a Tolna megyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztályvezetője azt mondja, ez sikeresnek számít, különösen egy olyan csoportnál, akiknek a tagjai legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkeznek, és közülük sokan korábban közmunkásként dolgoztak.
A program révén egyébként eddig közel 1250 fő vált vállalkozóvá, 2700-an helyezkedtek el bér vagy bérköltség támogatással, 42-en lakhatási támogatást kaptak, 1100-an pedig valamilyen képzésen vettek részt, miközben támogatást is kaptak. A képzési jegyzékünk folyamatosan megtalálható a kormányhivatal honlapján. Nagyon széles körű skálán mozog, cukrász, pincér, bolti eladó, a férfiaknak hegesztő, targoncás, nagyon érdekes képzéseket tudunk ajánlani. Az úgynevezett ifjúsági garancia projektben a 25 év alatti nem dolgozó, nem tanuló fiatalok képzését, elhelyezkedését támogatják. Utóbbit 2200 álláskereső választotta, 2015 óta egyébként közel 4000 fiatalt fontak be ebbe a programba Tolna megyében. Horváth Kálmán kormány megbízott azt mondja, ezekre a munkaerőpiaci programokra több milliárd forintot kap a Tolna megyei kormányhivatal. Az ifjúsági garancia programban közel 5 milliárd forintot, ez körülbelül 4500 embert érint, míg az úton munkaerőpiacra ott 7,1 milliárd forintról van szó, ez nagyjából 6000 embert fog érinteni. Mindkét program időtartamát meghosszabbították 2022 végéig, vagyis továbbra is lehet ezekre jelentkezni. Tolna megyében egyébként jelenleg közel 6000 ember van munkanélkül. Több mint 40 nyertes pályázatot nyújtottak be a gazdaság szereplői arra a projektre, melynek célja a munkahelyi képzések támogatása. A nyertes projektek vezetői számára rendezett szakmai információs napot a Szekszárdi Szakképzési Centrum. Országos viszonylatban 1002 pályázat nyert támogatást abban a programban, mely a gazdasági szféra munkaerőigényeinek képzését célozza. Megközelítően 20 milliárd forint forrás jelenik meg a képzések támogatásában. A KKV szektor szereplői és a nagyvállalatok indultak a pályázaton. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a nagyvállalatoknál 19-20 képzés valósul meg, míg a KKV szektorban 6-8 fő képzésével számolnak. Összességében az építőipar, a könnyű és a nehéz gépkezelői képzések adják a pályázatok zömét. A Szekszárdi Szakképzési Centrum az egyik a képző intézmények közül. Számunkra nagyon fontos a vállalkozói szféra, és nagyon fontos, hogy napi szintű kapcsolatban álljunk a megye vállalkozóival, gazdasági társaságaival, hiszen a munkaerő utánpótlás szempontjából a szakképzésnek kiemelt fontos szerepe van. Ezért is örülünk annak, hogy a mai rendezvényen be tud mutatkozni egy picit a szakképzési centrum, és ismét egy olyan fórumon vagyunk, ahol a vállalkozókkal közösen tudunk megvitatni kérdéseket szakképzésről, munkaerő utánpótlásról, képzéssel kapcsolatosan. Keresletvezérelt képzési rendszert akarunk kialakítani, mondta Dömötör Csaba kancellár. Ezért fontos a vállalkozásokkal történő napi kapcsolat, hiszen a gazdaság jeleníti meg a munkaerő igényeket. Ebben nyilván maga az iskola úgy tud rugalmas lenni, hogy a képzési struktúráját úgy alakítja ki, hogy az a vállalkozási igényeknek, illetve a gazdasági igényeknek feleljen meg. A pályázaton 40 Tolna megyei vállalkozás szerepelt sikeresen, és nyert forrást szakemberei továbbképzésére. Életveszélyesen megsérült egy 47 éves hidasi férfi abban a balesetben, ami kedden hajnalban történt a 6-os számú út 159-es kilométer szelvénye közelében. A sofőr Pécs irányából Bonyhád irányába tartott, amikor bekanyarodott egy mellékútra, majd onnan megállás nélkül megfordulva az állj elsőbségadás kötelező jelzőtábla jelzése ellenére vissza akart fordulni Pécs irányába. Ám neki ütközött a Bonyhád irányába közlekedő tehergépkocsinak. Az autó vezetőjét a mentők kórházba szállították. Mellkason lőtte a saját gyerekkori barátját egy férfi Dunakömlődön még tavaly nyáron. Közös italozás közben vesztek össze, mielőtt a támadó egy távcsöves kispuskával mellkason lőtte az áldozatát. A férfinél a rendőrök rengeteg lőszert és robbanóanyagot is találtak. Most 7 évre ítélte a bíróság első fokon, mert a bíró szerint egyértelmű, hogy a támadó meg akarta gyilkolni a saját barátját. Ennél a háznál dördült el az életveszélyes sérülést okozó lövés tavaly júniusban. A két barát éppen a tetőn dolgozott. Egész nap ittak, majd egyszer csak összeszólalkoztak. Az áldozat kétszer megrúgta a későbbi támadóját. A dühös férfi ekkor rohant haza az engedély nélkül tartott hangtompítós és távcsöves kispuskáért, amivel mellkason lőtte a vita partnerét. Bilincsben és Vezetőszáron kísérték az ítélet hirdetésre az azóta letartóztatásban levő vádlottat. Az ügyész azt mondta, a tüdöllőtt áldozat csak a gyors és szakszerű orvosi segítségnek köszönhetően nem halt bele a sérüléseibe.
Sértett sérülései nála maradandó fogyatékosságot eredményeztek, legalábbis fizikai értelemben bizonyítható mindenképpen. A vádlott férfi végig azzal védekezett, hogy nem akarta megölni a barátját, csak meg akarta ijeszteni. Az ügyész szerint viszont azzal, hogy célzott lövést adott le a távcsöves puskával, egyértelműen bizonyítható volt az emberülési kísérlet. Ha a hangtatást akart volna a vádlott kiváltani, akkor nyilvánvalóan fölfele kellett volna, vagy olyan irányba kellett volna lőnie, aminek köze nincs a sértetthez, ha nem akart volna neki sérülést vagy okozni, vagy az amit aktuális különben lévő tudatállapotában nem gondolt arra, hogy most éppen az életét szeretnék kioltani. A vádlott férfi az utolsó szójogán egy hosszú idézetet olvasott fel a barátjának, és bocsánatot is kért tőle. Végül megköszönte a mentésében résztvevőknek, hogy nem hagyták meghalni a férfit, akit ő maga lőtt mellkason. Mint például mentők, tűzoltók, légimentők és a honvédforrás orvosai, nővéreinek, amiért mindent megtettek a szabad szakszerű ellátásához, kezeléséhez és megmentéséhez. A vádlottnál a rendőrök több mint 1300 engedély nélkül tartott lőszert és egy második világháborús robbanószert tartalmazó lövedéket is találtak. Az ügyészség ezért az emberölési kísérlet mellett még robbanószerrel és lőszerrel való visszaéléssel is megvádolta a férfit. A bíró a robbanószerrel kapcsolatos vád alól végül felmentette. Az indoklás szerint azért, mert a férfi nem tudott arról, hogy a háborús erekje TNT-t tartalmaz. Ezért halmazati büntetésül 7 év szabadságvesztésre, a közjegy gyakorlásától 7 év eltiltásra ítéli. Szabadságvesztés végrehajtási fokozat a fegyház. A szabadságvesztés büntetésben 2018. június 23 napjától a mai napig előzetes fogvatartásban töltött időt beszámítja. A barátját mellkason lövő férfi ítélete egyelőre nem jogerős, mert ő és az ügyész is 3 nap gondolkodási időt kértek, hogy eldöntsék, élnek-e a fellebbezés jogával. Nagyon kell figyelni az úgynevezett Halloween tökök és a sütőtökök közti különbségre, figyelmeztet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A Halloween tökök nagy, narancssárga színű és alapvetően díszítésre használják, nem étkezésre. Egyes dísztökök ráadásul mérgezőek lehetnek. A hatóság arra figyelmeztet, mivel a kereskedők esetenként nem különítik el egyértelműen az ehető tökféléket a dísztököktől, fontos, hogy a vásárlók meggyőződjenek az étkezési célra vásárolt termék fogyaszthatóságáról. A tökfélék családjába mintegy 900 faj tartozik, azaz nagyon körültekintően kell választani, ha étkezési célra szánjuk a zöldséget, figyelmeztet a Nébih. Decsi Lovas is részt vett a Nemzeti Vágta budapesti döntőjén. Schwarzenbart Bálintnak ez volt a 8. nemzeti vágtája. Azt mondja, hónapokig készült a versenyre, aminek az egyik számában 3. helyezést ért el. Hangosan szurkoltak a rokonai a decsi fiatalembernek az idei nemzeti vágtán. Schwarzenbart Bálint nem most először vett részt a vágta döntőjén a budapesti Hősök terén. Ez volt a 8. versenye ugyanitt. Ez egy nagyon felemelő érzés, mert ezt a településünket képviselhetjük és bemutathatjuk, hogy mi honnan származunk, honnan jövünk. Ez egy nagyon jó érzés. Az, aki oda felkerül, az egy fenomenális érzés. Bálint hónapokon keresztül készült a budapesti döntőre. A versenyre végül egy szentlőrinci futamon szerzett kvalifikációt. Tangó a ló, amelyikkel versenyzett, most is Érsekhalmán van tréningen. Heti 5 alkalommal edz a ló. Én most egy trénernél edzettem, én heti 2-szer jártam hozzá, a többi napokon ők edzették. Molnár Gyöngyi volt a trénerünk, az edzőnk, ő már 2-szer nyerte a budapesti nemzeti vágtát. Bálint végül idén a középfutamon 3. helyezést ért el, jövőre pedig újra meg akarja mérettetni magát Budapesten a Hősök terén. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Kedvezmények, oktatás, együttműködés, banki támogatás a Pécsi Egyetemnek. Letették az alapkövet, bírósági képzési központ épül Balatonszemesen. Új szertára gyűjtenek az önkéntesek, 70 millió a cél. Együttműködési megállapodást kötött az OTP Bank és Magyarország első egyeteme, a Pécsi Tudományegyetem. A kontraktus értelmében a bank több mint 5 millió forinttal támogatja ebben a tanévben is az oktatási intézményt. Ezen felül az egyetem munkatársai számára kedvezményes ajánlatokat biztosít, a hallgatókat pedig szakmai gyakorlatra várja. Én is köszönöm szépen.
Újabb egy évre írt alá stratégiai szerződést a legnagyobb hazai pénzintézet és a Pécsi Egyetem hétfő délelőtt. Az együttműködés mind a két félnek előnyöket jelent. Az egyetem hallgatói köre nagyon fontos bázisát képezi az OTP Bank ügyfélkörének, és nagyon fontos bázisát képezi az OTP Bank jövőbeli alkalmazotti körének is. Jelenleg is nagyon sok olyan kollégánk van, aki a Pécsi Tudományegyetemen végzett, és munkájával erősíti, segíti a bankunknak a működését. Az egyetemisták pedig szakmai gyakorlatukat tölthetik a banknál tanulmányaik alatt. Jelenleg 20 hallgatót fogadnak a pénzintézetnél, de az egyetem dolgozóinak is előnyt jelent az együttműködés. Számos kedvezményt biztosított idáig is az egyetemi dolgozóknak, és hát a szándékuk szerint ezt a jövőben is extendálni kívánják. Mi magunk pedig természetesen figyelmet fordítunk arra, hogy a dolgozóink azok a lehető legjobb szolgáltatásokat kapják. Az egyetemi dolgozók a különböző hitelkonstrukcióknál, számlanyításnál kapnak kedvezményt. Az egyetem működését pedig közvetlenül több mint 5 millió forinttal támogatja a bank a szerződés szerint. Új képzési központot alakít ki az Országos Bírósági Hivatal Balatonszemesen. Az épület együttes a hivatal két már meglévő telkén épül fel eltérő funkciókkal. Az egyik egy képzési központ lesz 200 fős befogadó képességgel, a másikban szállás és étkezési lehetőséget biztosítanak majd. 2012 óta megvalósított, illetve a közeljövőben tervezett bírósági épületfejlesztéseit bemutató különszámát. Az Oktogon építészeti szaklap egy példánya, a Magyar Hírlap és a Magyar Nemzet aktuális lapszámai is belekerültek abba az időkapszulába, melyet az Országos Bírósági Hivatal új képzési centrumának alapkőletételekor helyeztek a földbe. A kapszulában helyet kapott még Handó Tünde elnök utókornak írt levele, valamint az épületek engedélyeinek, tervrajzának és látványterveinek másolatai is. A balatonszemesi épület együttes egyik része egy kétszintes, 200 főt befogadó oktatási központ lesz, melynek célja a bírói képzési rendszer fejlesztése. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke emlékeztetett, hivatalba lépésekor mindössze 85 képzés volt évente, mára azonban 500-nál is több képzést tartanak, ami indokolttá tette egy új oktatási központ létrehozását. 2018-ra eljutottunk oda, hogy évente több száz képzést szervezünk, és a résztvevők száma is 18-25 ezer fő között van. Hihetetlen nagy igény van arra, hogy a változó jogszabályokat megtanulják a bírók, a digitalizációt megtanulják, és nagyon nagy szükség volt arra, hogy ezt az infrastruktúrát, ezt tudjuk bővíteni. A másik épület a képzésen résztvevők étkezési és szállás lehetőségét biztosítja majd. Három emeleten, 24 szobával, közösségi terekkel, wellness részleggel és 47 férőhelyjel. Az új komplexum Balatonszemes életébe is új szint hoz majd. Egy új színfolt lesz a településünkön, ami eddig nem volt megtalálható. Azt el kell, hogy mondjam azért, hogy Balatonszemes képviselőtestület az elmúlt időszakban mindvégig támogatta a megvalósulását. Bízom abban, hogy a nyári időszakon kívül a téli őszi tavasziba is olyan vendégforgalmat fog generálni, amely településen meghatározó lesz. A komplexum tervei úgy készültek el, hogy az épület megjelenésében mind a természeti, mind a balatoni kultúrtájhoz alkalmazkodjon. A központ 2020 karácsonyára készül el. Tűzesetek, műszaki mentések, oktatás. Ezekben a feladatokban vesz részt a Pécsi Kutatómentő és Tűzoltó Egyesület már egy évtizede. Azonban nehezíti az önkéntesek munkáját, hogy nincs szertáruk, illetve olyan tárolóhelyük, ahol a járműveiket, eszközeiket megfelelő hőmérsékleten tudják elhelyezni. Így a téli hidegben nehezebben indulhatnak el segíteni, érzékeny műszereik meghibásodhatnak. Ezért gyűjtésbe kezdtek, hogy saját szertárat építhessenek maguknak. Ezek a katasztrófavédők felvételei egy augusztusi tűzesetről. Itt is segített a Pécsi Kutatómentő és Tűzoltó Egyesület az oltásban. A kivágószörösnél volt az utolsó ilyen nagyobb beavatkozásunk, amikor több ezer szalma bála égett. Ott a kollégáink több mint 24 órán keresztül kétszeri váltásba őrizték, illetve védték a környezetet, hogy ne terjedjen át tovább a tűz.
de az összes nagyobb tűzesetnél ott voltak az önkéntesek. Ezen kívül műszaki mentéseken, iskolai bemutatókon vesznek részt. Ha kell, emberéletet mentenek, de ha hívják őket, akkor házi kedvenceket. Kutyát, macskát, de volt, hogy nyulat szedtek ki a csatornából. Most azonban nekik kell a segítség. Új szertárat szeretnénk építeni, ami minden féleképpen megfelel, és a, úgy gondolom az elmúlt 10 éves munkánknak a tükrében igazából jár is már nekünk, ami kiszolgálna minket, tehát az autóink melegben lennének, tudnánk télen is olyan ügyeletet vállalni, hogy itt ott tudnánk lenne telephely, lenne fűtésünk, meleg vízünk, amit használni tudnánk. Az autót folyamatosan vízzel feltöltve tudnánk tartani. Most ugyanis le kell engedni télen a tűzoltó jármű tartályát, hogy ne fagyjon bele a víz. Jelenleg itt tárolják az autót a téli mínuszokban is, de az épületükben sem tudnak fűteni. Ez pedig a műszereiknek nem tesz jót, a hidegben tönkre mehetnek. Múlt szerdán indítottak gyűjtést, szeretnének 70 millió forintot, amiből már saját szertárat tudnának építeni. A pályaválasztás előtt álló gyerekeket segíti az Egy nap a munkahelyemen elnevezésű program Kaposváron. A kezdeményezés részeként 23 cég és általános iskola működik majd együtt annak érdekében, hogy egy-egy szakmát közelebbről is megismerhessenek a diákok. A fiataloknak rövid filmet is kell majd készíteniük tapasztalataikról, ezek közül a legjobbakat díjazzák. A munkaerőhiány mérséklése a célja az Egy nap a munkahelyemen elnevezésű programnak. A szervezők ezért is keresték fel a kaposvári cégeket, hogy velük együttműködve tegyenek vonzóvá egy-egy szakmát a pályaválasztás előtt állók körében. Azért 7. és 8. osztályosok, hiszen ők a pályaorientáció előtt állnak. Ugye most fognak a 8-osok iskolát választani, és nagyon fontosnak tartottuk, hogy megmutassuk a diákok számára azt, hogy mégis mi közül válogathatnak, mi az a megnevezett szakmunka, mi jelik mögötte, hogy tulajdonképpen az ismereteiket, a tudásukat még jobban szerettük volna kitágítani ezzel a programmal. A jövő szakképzett dolgozóinak pedig versenyképes jövedelem is kell, hangsúlyozta a pályázat megnyitóján Szita Károly. Kaposvár polgármestere hozzátette, a 24 megyejogú városból a 16. helyen szerepel Kaposvár a kereseti lehetőségek tekintetében. Elindultunk egy olyan úton, és ennek kettő elemét szeretném megemlíteni önöknek. Elindultunk egy olyan úton, hogy teret biztosítsunk Kaposváron is lehetőséget arra, hogy mind a jelen gazdasága, mind pedig a hozzánk jövő gazdaság, azok magasabb hozzáadott értéket termelve tudják teljesíteni azt a városi célkitűzést, hogy a bérek tekintetében is a megyugó városok első felébe kerülhessen Kaposvár. Az iskolások és a cégek közötti időpontegyeztetések elkezdődtek. A gyerekeknek december elejéig kell beszámolniuk saját társaiknak és a szakmai zsűrinek egy rövid film keretében arról, mit tapasztaltak azon a munkahelyen, ahol jártak, miért vonzó az a gazdasági terület számukra. A legjobb munkákat a zsűri december közepén a nyilvánosság előtt is értékes díjakkal jutalmazza. Megszépül a sellyei édesanyák útja. Az önkormányzat fásítani szeretne a területen, hogy megfelelő zöld felületet kapjon az utca. Azonban olyan fajokat akarnak itt ültetni, ami nem zavarja például az autók közlekedését a magánházaknál ki- és beálláskor. A részletekről lakossági fórumot tartottak. Lakossági fórumot tartottak Sejjén szombaton. Az édesanyák útján ültett fákat az önkormányzat, erről egyeztettek a környéken lakókkal. Örökzöldeket fogunk visszaszorítani, és ugyanúgy örökzöldeket fogunk helyette ültetni, 34 egyedet, fekete, oszlopos fenyőket fogunk telepíteni, és utána jövő év elején, vagy pedig a jövő év őszi időszakában göbkőrist fogunk a járda felőli részre telepíteni, ami már az utcának a temető felőli oldalán is látható. A lakóházak felüli oldalon telepítik két sorban a fákat. A 34 csemetét már megrendelték a kertészeti munkálatokhoz. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. Változatlan az önkormányzati választás eredménye. Újra számolták a szavazatokat két szekszárdi választókerületben. Szakképzés. A gazdaság igényeire szabott képzési formák indulnak a jövőben. Meg akarta gyilkolni a barátját. 7 év börtönre ítélte a bíróság a dunakömlődi férfit. Nemzeti vágta. Decsi nevező is volt az országos döntőn.
Szerdán sok napsütésre és kellemesen meleg időre készülhetünk. A szokatlanul enyhe idő folytatódik csütörtökön is. Mára köszönöm figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Viszontlátásra!